Ha azt mondom Bollywood vagy indiai film, akkor elsősorban egy csiricsárés, vidám színekkel domináló, rendkívül hosszú és sok-sok musical-szerű dalbetéttel kecsegtető film jut az eszünkbe, nyilván. A magyar címén tő, cérna, film viszont teljesen szöges ellentéte a hagyományos indiai filmeknek. Legalábbis nekem ez volt az érzésem a maga másfél órájával rendkívül rövidnek számított. Szembe megy a hagyományokkal. Nem tartalmaz dalbetéteket, és a látványvilága sem annyira színpompás, mint az általam is eddig látott indiai filmeknek. A történet pofon egyszerű. Adott a főszereplőnő, fiatal és jóravaló, aki egy gazdag, fiatalembernél szolgáló lány és nem elég, hogy az indiai kasztrendszer alját képviseli, vidékről jött hátrányos helyzetű lány, tetejébe még fiatalon meg is özvegyült. És bár a film néha megpedzegteti általa az indiai özvegyasszonyok hátrányos megkülönböztetést, annyira azért nem megy bele a témába, mint például a Víz című film, amit bátran ajánlok bárkinek. A főhősnő nagyálma hogy ruhákat varjon, ám a házvezetésből származó szinte minden pénzét hazaküldi a szüleinek és a hugának, aki még iskolába jár. Így, bár nincsen rossz sorsa a tehetős családnál, vagyis a jóképű úrnál, álmai megvalósításához, mégsem kapja meg a kellő löketet. Mert bár igyekszik elszegődni valakihez, aki takarítás fejében hajlandó ingyen okítani a varrást. Valahogy, valószínűleg, nai hozzáállása miatt kelepcébe csalják. A film központi témája, hogy két, a ranglista eltérő végleteiben álló ember miképpen kedveli meg egymást, és esik szerelembe. Maga a film elnyerte a tetszésemet, hiszen már jó ideje, hogy először láttam. Mégis nagyon élénken tudok felidézni belőle. Ám azt kell, hogy mondjam, végig az volt az érzésem, hogy a film némi identitás zavarban szenvedhet. Azt sem tudtam eldönteni, hogy kinek készült a film. Vajon a nyugati nézők kedvéért szakított az indiai hagyományokkal? Vagy talán ez a rendező védjegye. Minden esetre külföldön is nagy sikernek örvendett, több díjat is bezsebelt. Én mégsem éreztem annyira kimagaslóan jónak. Sem eredeti alkotásnak. A sokszor látott szerelmi történetet láthattuk újra, indiai köntösbe csavarva, rendkívül visszafogott módon. Így bár azt mondhatnám, hogy a romantikus filmek kedvelői tehetnek vele egy próbát, gyors iramra, csöpögős drámára és rózsaszín pamacsokra se számítsanak. Rendkívül lassú folyású, hiába másfél óra én legalább kétszer ennyinek éreztem. Szívet melengető, de magára, a romantikára bajmi kevés időt szentel. Ugyanakkor érdekes volt látnom, hogy egy, a társadalomban régóta a jelenlévő probléma miképpen maradt fent, annak ellenére, hogy már talán enyhült. Itt gondolok a rangbeli különbségekre, a szolga úrviszonyra és az özvetségre is. Nem bánom, hogy sort kerítettem rá, de nem éreztem, kellően kiforrott darabnak. Nem nagyon nyert el a tetszésemet, ahogy az egyes jeleneteket összekötötték. Elhiszem például, hogy egy kevés helyszínen játszódó filmnek nagyon nehéz, változatos átvezetőket produkálnia. De amikor már sokat gyára látom, ahogyan ki és beközlekednek ugyanazon az ajtón, csak hogy érzékeltessék, hogy kint vagy bent tartózkodunk éppen, a tizen akárhányadik alkalommal már fanyart kelthet bennem. Szerethető és egyszer megnézhető darab, de ajánlani tényleg csak az olyan nézőknek tudom, akik kedvelik az ínyenc falatokat, de nem óckodnak a lassan kibontakozó, rendkívül egyszerű történetektől és a nyugati szemlélettel ellentétben álló, rendkívül visszafogott szerelmi köteléktől én a magam részéről egy szerény 62-es ponttal jutalmaztam. De ez a szám más adatbázisokban jóval nagyobb. Így megvan az esélye, hogy közületek is valakinek elnyeri majd a tetszését. Köszönöm szépen, hogy végighallgattál. Remélem meghoztam a kedvet a filmhez. További szép napot, a filmhez pedig jó szórakozást kívánok. Sziasztok!